Na sziasztok, Nari vagyok, és újra TechWorld. Valamint ez lesz az építős epizód, mégpedig amibe átépítem az egész házamat. Azzal fogjuk kezdeni, hogy blokkról blokkra le fogom bontani a házat, és blokkról blokkra fogom felépíteni. Kis szerencsével nem kell sokat gyorsítani az epizódon, főleg azoknál a részeknél, ahol kicsit gyorsabban haladok. Szerintem ez a bontás egy kicsit gyors lesz. Na. Képzeljétek el, hogy bajba voltam. Ugyanis valamiért nem kapott a query energiát. Mégpedig szerintem legalábbis azért, mert tehát nem tudom, tehát hogyha így fölé raktam a tesztraktot, így nem kapott áramot. De így egy ilyen csövet vezettem itt mellette, így meg valamiért kapja. Ó, felülről kezdte el a bontást. Pedig, mint hogyha úgy rémlett volna, hogy először alul kezdi. Nem mindegy, nem tudom, miért hittem azt, hogy alul kezdeni. Ja igen, tudom már miért hittem azt. Már régen először mindig legyártott egy keretet. Query, lehet, hogy ezt már frissítették, most nem csinál keretet. Kár érte, pedig én nekem tetszett egyébként úgy is. Ez egyébként nyílegyenesen az MR-rendszerembe megy. Ez a sok cucli. Egész gyorsan dolgozik. Mondjuk most megkapta a teljes energiát egyébként. Na jó. Mostantól kicsit gyorsított felvétel lesz az egész.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Na, készen lett a csoda. Még nagyon sok helyen átépítettem. Egy kicsit külsőleg is, főleg az ajtónál, valamint a tetőt kiegészítettem. Mindjárt megmutatom belőle is, hogy mi a helyzet, és nagyjából bemutatom, hogy mit miért raktam, és hova. És hát ez lett a végkimenet. Oldalról lehet látni, hogy nem szimmetrikus a dolog, már az építkezésnél lehet, hogy észrevettétek. Ez ilyen lett. Én hátulra nagyobb szobákat akartam, szóval ez ne zavarjon senkit, ez ilyen muszájból volt. És valahogy így néz ki hátulra, nagyon korrekt néz meg szemből szerintem. Oldalról, hát engem nem zavar, ha más zavar, akkor az majd becsukja a szemét. Jó. Hát szemből így tudtam elhelyezni az ablakokat, nagyon sokat variáltam rajta, ezt láthattátok ti is. Hát ja, már még nagyobbra kellett volna csinálni a házat most viccen kívül, mert belülről sokkal kisebbnek tűnik a hely egyébként, tehát így kívülről baromi nagynak néz ki a ház, szerintem. Iszonyat nagynak tűnik az előző házhoz képest, majd Facebookon mutatok szerintem különbséget a kettő között, tehát vagy háromszor akkora lett a ház, és mégis belülről annyira kicsinek tűnik a hely, mondjuk vastagabbak a falak egyébként. Na, ilyen ajtót használtam, ez a blackout curtains, látjátok fent, hogy ránézek, extra utilitiz adja hozzá, csak 6 voltba kerül, ajtóforma, és ez ilyen elsötétítő függöny, igazság szerint. Ez nekem azért kellett, egyrészt mert nem néz ki olyan rosszul, így a ház, másrészt meg nekem is sokkal kényelmesebb mászkálni a szobák között, mint hogyha mindig nyitogatnám az ajtókat, vagy hogyha, egyébként vettem drawbridge-et is, képzeljétek el, de hát egyszerűen
nem az, hogy drága volt, vehettem volna akármennyit is, de egyszerűen az lassan nyílik ki. Tehát nem olyan kényelmes úgy mászkálni egy házba egyébként. Még azt lehet, hogy ki fogom próbálni, hogy ilyen black curtains-eket nyitogatok a drawbridge-ekkel, és akkor miközben nyílik, akközben is át tudok menni. Persze attól függ, hogy hogy működik a drawbridge alatt a blackout curtains. Jó. Amit láthatjátok, este van és világos van a szobában, az azért van, mert itt a szőnyeg alatt van egy lámpa, és átvilágít rajta. Valamint itt van a plafonban is egy lámpa, de ilyen nagyon vékony slabbel el van takarva, és emiatt nem látszódik. Olyan, mintha ott nem is lenne semmi, de mégis ott van egy lámpa egyébként. Az ablakokat láttátok, hogy megépítettem. Szép nagyokra terveztem. Nagy szobákban még nagyobbak vannak. Úgyhogy itt lesznek a gépek egyébként így szépen sorba. Egyébként nem tűnik nagyobbnak a szoba, pedig az, és abból lehet észrevenni egyébként majd, hogy látni fogjátok, hogy sokkal több gép fog elférni. Itt lesznek majd a sima gépek, a pulverizer, meg ezek, meg amazok. Majd a föld alatt majd lesz még egy pár olyan pulverizer, meg macerátor, amihez majd a emerendszer fog hozzáférni. Itt ezen a részen meg az emerendszer lesz. Itt főleg a drive-ok lesznek, itt a levegőben meg majd a nagy crafting box. Itt ez a középső szoba is nagyon fontos, ugyanis itt lehet felmenni az emeletre. Fel lehet menni ezen a kábelből készített létrán, is akár. De hogyha van elég XP-nk, már pedig nekem lesz mindig XP-m, akkor ilyen elevátorral fel tudunk majd menni. A space-el felmegy, shift-el lejön. Jó? Második szint pontosan ugyanígy néz ki, kivéve talán az a rész, ahol, ami az ajtó felett van lévő szoba. Hát itt annyit van egy nagyobb ablak. Ennyi a nagy különbség. Egy jó pár napomba beletelt egyébként, tehát nem is hinné az ember, hogy milyen sok időt elvesz egyébként az építkezés. Hát a tetőn pedig ugyebár... Hoppá, majdnem megfejeltem ott a dolgokat. Pedig ezek a kémények vannak. Ezekre azért volt szükség pontosan ezekre a pontokra, mert ez alatt vannak a lámpák, amik a szobákat alul bevilágítják, meg a tetőt is. És ezt úgy adottam meg, hogy ezen a blokkon átvilágítson, hogy ezek valójában szlevek. Tehát ilyen szleben, szőnyegen, ilyeneken átvilágít egyébként a lámpa. Szóval így tudtam csalni egyébként. Meg egyébként ebbe az ipari motivumokba szerintem helytáll ez a kemencés téma. Kemencés, kéményes. Ja, már nem tudok beszélni se. Fáradt vagyok egyébként, eléggé. De hát szerintem megért egyébként, nagyon, nagyon jó lett. Nekem legalábbis tetszik. Minden azért van, hogy kényelmes legyen egyébként. Tehát nem azért, hogy jól nézzen kezé, valamennyire szerintem jól is néz ki. Jók a színösszállítások. Még annyi, hogy majd a járdát kell megcsinálni abba a glowstone-os témába, meg majd elkezdem a többi épületet is csinálni. És egyelőre úgyis mélyészkedés lesz, úgyhogy egy-két mélyészkedés videó között elkezdem építgetni a többi épületet is. Úgyhogy lesz pár hasonló ilyen épület, úgyhogy még ahhoz is gyűjtenem kell a nyersanyagot. De persze közben megpróbálok majd beköltözni, most egyelőre ott van ugyebár minden gépem, itt a nagy semmi közepén. Úgyhogy ennyi lett volna egyébként a nagy építkezős videó, egy csomó dolgot nem vettem fel, főleg a belső építészetet, mert egyszerűen tényleg iszonyat idő lett volna felvenni, meg lerenderelni, meg nem is bírtam mindig felvenni, úgyhogy azért lett a belső rész kihagyva. Egyébként most kitaláltam nem is olyan rég, hogy majd ide ki fogok rakni valami kijelzőt, ami majd ki fog jelezni valamit, majd kitaláljuk. Még ennyit akartam elmondani. Na, sziasztok!